szúnyogok megnövekedett száma miatt ismét szükség volt a vérszívó rovarok vegyszeres írtására Jászberényben. Mindez légi úton kiuttatott permet és a földi úgynevezett melegkötképzéses eljárás alkalmazásával valósították meg augusztus 1-én este. A JVV ZRT tájékoztatása szerint városunkban az év folyamán összesen 3 alkalommal végzik el a légi, míg 5 alkalommal a földi szúnyoggyérítést. Ez a kifejlett rovarra hat a imágóra, a légi úton történő úgynevezett ULV eljárással, ami 50 mikrométer alatti cseppeket juttat ki, és ez emberről szervezete nem toxikus. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint a légtérkezelősprék, amit a háztartásban is lehet használni. A rovarírtást szerették volna még a nagy rendezvények, mint a Mézvásár, illetve a Csángó Fesztivál kezdete előtt elvégezni. Idén nyáron a város közigazgatási területén már volt írtás, az időjárási körülmények miatt ennek ismétlésére csak most nyílt lehetőség. A körülmények augusztus 1-én adtak alkalmat a beavatkozáshoz. Ebben az évben még legalább egyszer várható szúnyoggyérítés. A szerződés szerint még a Csángó után a augusztus 20-ai ünnepségek előtt még egy földi úton történő melegkötképzéses eljárás van tervezve. Az alkalmazott mennyiségben kijuttatott szerek nem jelentenek semmilyen egészségügyi kockázatot az emberekre, az állatokra vagy épp a növényekre, tájékoztatta szerkesztőségünket a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRT.